estét! Minden, ami abszolút brit és abszolút London, kulturális olimpia 2012. A játékok szervezői teljes titokban szerették volna tartani a záróünnepség részleteit, de ez nem sikerült nekik, mert például George Michael, ahogy megtudta a jó hírt, azonnal a Twitteren mindenkivel közölte. A Muse, akiknek Survival című daluk az olimpia hivatalos dala, ők pedig egyenesen egy zenei magazinnak nyilatkozták le. Egyébként a zenekar amerikai turnéjáról tér haza a záróünnepségre, holnap például San Franciscóban lépnek fel. Miért még a Muse lelkesen mesélne, nézzük meg egy világszerte elismert és legendás kortárs művész alkotását. Ai Weiweinek Budapesten az Ernst Múzeumban is épp most nyílik kiállítása, és lám, milyen egybeesés, Londonban a vezető Serpentine Galéria kertjében az olimpia tiszteletére egy pavilon tervezett a kínai művész, aki blogger, filmrendező, szobrász, építész, fotográfus. Herzog and de Meuron és Ai Weiwei leginkább egy korábbi pekingi együttműködésről ismertek. A 2008-as olimpia úszóversenyeinek helyszínét, a madárfészket alkották közösen. Tehát elég idevágó, hogy ebben az évben újra együtt dolgoztak, és megépítették ezt a szerkezetet itt Londonban. 2003-ban kezdte építész praxisát, válaszul az általa észrevett hibákra Kína építőiparában. A barátság és az együttműködés kezdete Herzog and de Meuronnal is innen indult. Emlékszik rá, hogy valamelyik évben eltűnt Kínában? Pár hónapig nem tudtak róla semmit. Emlékszik erre a történetre? Igen, nem emlékszem a dátumra fejből, de igen, az élet eléggé drámai volt és ellentmondásokkal teli. De nagyon bízunk benne, hogy el tud jönni Londonba, hogy meglátogathassa ezt a pavilont. De a mostani stádiumban ebben nem lehetünk biztosak, és a kínai szituáció miatt a tervezés nagy része is Skype-on keresztül zajlott. Tényleg? Igen, természetesen nem hagyhatta el az országot, tehát Herzog and de Meuronnal Skype-olva, e-mailezéssel és telefonbeszélgetéseken keresztül tervezett együtt, ami elég egyedülálló módszer. És akkor a büszke devoni brit zenészek, akik szülővárosukból vitték az olimpiai lángot, ma este pedig fellépnek a záró ceremónián. Az Absolute London sztár interjúja. Az édesanyám arra a legbüszkébb, hogy én is futottam az olimpiai fáklyával. A mai napig nem tudott túljutni ezen. Nagyszerű volt. A szülővárosunkon keresztül vittük a lángot, azon a hídon át, ami összekapcsolja Sheldon Tegmusszal, ahol az iskolánk volt, ahol a banda összeállt. Hát azt hiszem nagyon szuper, hogy az olimpia Survival-t választotta, hogy zeneileg ez képviselje a londoni olimpiát valamilyen módon. Azt hiszem, ez nagyszerű, igazából ők már elég régen, olyan 8 hónapja felkértek minket, hogy vegyünk részt a záró ünnepségen, és talán írjunk is zenét az olimpiára. Azt hiszem, pont mielőtt elkezdtük készíteni az albumot, és azt hiszem, egyből erre a dalra gondoltunk, amit Matt játszott az zongorán, és egy párszor lepróbáltuk. Nyilvánvalóan, amikor azon a dalon dolgoztam, talán az olimpia is az eszemben volt, de tudja, a dalszöveg az energiavesztéssel szembeni küszködéshez köthető. A túlélés iránti vágyról szól és az eltökéltségről, de azért az is ott lebegett, hogy ezt a dalt kötni lehetne az olimpiához is valamilyen módon. Ez nagyszerű, néha jó, ha hallanak minket. Ilyen dolgok elég ritkán jönnek össze a bandának, olyan embereknek zenélni, akik nem tudják, hogy kik vagyunk. Tudja, ugyan a banda elég népszerű, de azért sokan azt sem tudják, hogy ki a fenék vagyunk. És sok olyan ország van, ahol még nem jártunk, így sokan nem is ismerhetnek minket. És nyilvánvalóan az olimpia talán a legnagyobb globális rendezvény, és ennek köszönhetően nagyon sok olyan ember is megismeri a bandát, akik amúgy nem hallgatnának minket, ami nagyszerű. Búcsúzunk Londontól, a kulturális olimpiától. Szeptemberben két részes filmmel jelentkezünk. London Fesztivál 2012.